Köszöntöm kedves nézőinket, Hírháttér című műsorunkat látják. A mai adás vendége Palanik József, a Lajta Néptánc Együttes művészeti vezetője. Szeretettel köszöntelek, szervusz! Szervusz, köszöntöm a nézőket is! Itt vagyunk az advent kellős közepén, ugye egészen konkrétan Luca napja van ma. És ilyenkor mindig szoktunk egy kicsit beszélgetni adventről, a karácsonyról, az új évről, hogy milyen szokások kapcsolódnak ehhez. Tesszük ezt azért is, hogy egy kicsit nekünk, meg a nézőknek is könnyebb legyen a ráhangolódás, könnyebb legyen a megérkezés majd a karácsonyi asztalhoz, meg hát egyáltalán tudjuk azt, hogy a környezetünkben milyen hagyományok, milyen népszokások éltek, mert azért ez nagyon fontos, hogy ha esetleg valamit tudunk is belőle csippantani, valamit tudunk is belőle megtartani, az olyan jó dolog azt átadni a gyerekeinknek, vagy akár csak magunknak, hogy egy kicsit emlékezzünk a régi évre. No, akkor Luca nap, hát mindjárt az elején, először, ha már megerősítselek, ha kimegyünk Ausztriába, és van egy ünnep. Ez lehet egy vásár, vagy bármi, egy faluba, az összes osztráknak van öltözve. Ők tudják az identitásukat, és a magyarok egyre inkább elhagyják, amit én nagyon sajnálom, és az identitás része, hogy legalább felemlegetjük ezeket a hagyományokat, híbe-hóba csinálják is néhányan, mind ahogy ma a Luca napja van. Nem tudom, hogy ma is fognak menni, de én azt gondolom, hogy igen. Dunaszigeten is, Kilitin is fiatalok, gyerekek járnak lucázni. Ugye a szigetközi Luca az a fehér Luca. Egy nagy lepedőt magukra terítenek, az arcukat eltakarják egy függönnyel, mert ugye a függönyön te kilátsz, de téged nem látnak. És mennek házról házra, visznek egy kis edényt, abba lisztet tesznek, kicsit vízzel megbolondítják, és ilyen kovászt, valamit kevernek ott. Keverik, bemennek, egy annyit mondanak, hogy Luca, kikyogj, toljanak a tíkjok, ha nem toljanak a tíkok, toljanak az asszonyok. Persze ezzel mindenki kacag egyet, és akkor mondják nekik, hogy akkor keverjed azt a kulimászt, és akkor gyorsabban, és akkor egyre gyorsabban keveri, és bele pötyögtetnek apró pénzt, úgyhogy ez a gyerekek jutalma. És házról házra járnak Luca képébe, hogy így mondjam. Ez a mi környékünknek a hagyománya, rába közben szalmát visznek, amire ráülnek, és ott is mondják a Luca kicskogy, és ott ilyen jó kívánságok is vannak, hogy annyi marhája legyen, mint égen a csillag, annyi libája, mint réten a fűszál, és egyéb termékenység, varázslás, ami hozzátartozik még. A lucanapi búza az erre fele is hagyomány volt? Igen, természetesen. Itt is ültették a luca búzát, figyelték a növekedését, és a karácsonyi asztal egyik dísze volt a luca búza. Mert ez az esti feladatom, csak azért kérdezem, hogy remélem hagyomány volt itt is, mert... Igen, Gáborral találkoztam. Már beszereztük, és mennek a cserepekbe, csak későn érünk haza, de el lesz ültetve mindenképpen. Hát mai nap éjfélig tart. Hát addig beleférünk. Luca az egy jelentős nap, mert dologtiltó nap, nem szabad varni például, mert bevarják a tyúkok fenekét, mosni, meg kimossák a szerencsét. Édesanyám lánykorában átment a szomszédba, vesztére, mert söprűvel zavarták ki, hogy ilyenkor csak a boszorkány megy a szomszédba. Ajaj. Luca nap után van-e még valami, vagy aztán mindjárt megérkezünk ugye a Szentestéhez? Hát elég hamar, mert most már 2 hét sincsen hátra. Igen, hát ez az adventi időszak, ez valamikor tele volt betlehemezőkkel, mert betlehemezés már adventben elkezdődött, nem csak karácsonykor, hanem adventbe járták a házakat, hogy az egész falut le tudják járni. Aztán, hát ebben az utolsó 2 hétben meg már nagyon, és Zalába lejjebb, nálunk Vasba, Zalába a regősök jártak, ott regőltek. Ez az időszak erről szólt, hogy köszöntik gyakorlatilag az embereket, eljátsszák Jézus születését mindig viccesen, mert a pásztorok azok mindig egy kicsit ilyen hamiskás emberek voltak, ugye ők kinéltek a szabadba, sőt, ugye még a múlt század elején nem csak, hogy szabad, ott is laktak, így mond, mert még télen is kint voltak télen, és a nagy subáikba takarózva aludtak néha a hó tetején. Ők kicsit ilyen szabadabb emberek voltak, mint a falusiak. Ők aztán járták ilyenkor a
a falut, és eljátszották Jézus születését gyakorlatilag viccesen. Voltak-e tipikus szereplői ennek hát a betlehemi természetesen. Mindig volt egy öreg. Öregnek lenni kellett, és az öreg az biztos, hogy aludt. Ébrezgették, és akkor nem akart föl, de kelj föl, öreg, kelj föl. Ám kül nekem, kelj föl, mondják Éderváron. Kelj föl, öreg, jönnek a tisztek. Miféle zsáklisztek? Vagy az öreg, gyere be, öreg, nem megy, mert hónomon át teszik azt a nagy oldalszalonnát. De gyere be, mert nem teszik, de nem megy, mert a nyakam köré tekerik a kolbászt. De az öreg az mindig hamis volt, és mindig olyat hallott, amit szerettek volna kapni. Aztán van a mindig egy kicsit ilyen bugyutapásztor, az a hipópista, aki általában úgy esik be. Tehát a házba ő kimarad, és majd később megy csordán, mondják, hogy gyere be Dadó, mert ott Dadónak hívják. Mert ott kint megfagyó, akkor beesik az ajtón, behuppan, akkor a szövegében a hipó ott van, hoppisten, vagy hipópista. De itt Kilitibe is hipópista van, és ez egy kicsit bugyuta, mert ő mindig elmondja, hogy ő milyen pásztor, hogy újdonatos, új szűrőmön sok lyukat mutatok. Biztos, hogy nagyon új ez a szűr. A farkasoktól nem messze szaladok, meg ilyen mondás van. Általában ő az, aki egy kicsikét hebehúrja, vagy a szigetiek között van, aki fut, ugyanez a kis hebehúrja, befut, megijed, és mindig ő fél legjobban mindent, amikor megjelenik az angyal, akkor elbújik, játszik, állandóan játszanak. Tehát ez a két szereplő mindig benne van, illetve mindig vannak pásztorok. Egy-kettő, van betlehemvívő, van, ahol angyal, akinek még szerepe is van, tehát mikor lefekszik az összes pásztor, akkor megjelenik a Betlehemmel, csenget, és mondja, hogy glória, glória, és akkor ébrednek, és veszik észre, hogy mi történt. De van, ahol mit tudom, két angyal van, három angyal van, vagy négy angyal is van, akik egy nagy Betlehemet visznek. Hogy olyan nagy a Betlehem, hogy négyen bírják el, és ők viszik. Különbözet, tudom, hogy például Lébényben ilyen Betlehem volt, amit négy angyal vitt. Tartják-e még ezt a hagyományt itt a sziget közben? Én Hidervárról tudom, ott tuti a gyerekek. Igen, hát most már azért pedagógus közreműködéssel tartják a gyerekek is, tehát a pedagógusok megtanítják nekik, és van, aki jár rendesen, de... És a gyerekek élvezik, mert nagyon szeretik. Hát gyerekek nagyon élvezik, tehát én is mindenhol tanítom, amerre tanítok a piaristáknál, mindenhol tanítok, Betlehemest. Hát nagyon szülőfüggő a dolog, mert hogyha a szülő rááldozza az idejét Ádám Éva napján, és a gyerekeket berakja egy kocsiba, és elviszi egy-két helyre betlehemezni, én ezt ajánlom minden szülőnek, próbálja ki, nagyon-nagyon fog neki tetszeni. Még olyan szülővel nem találkoztam, aki elvitte volna a gyerkőcöket, 5-6 helyre, nem kell sok helyre menni, de azokon a helyeken ő is nagyon jól érezte magát, mert teljesen más a betlehemes egy lakásba, mint a színpadon. És akkor örömet okoznak, hát nálunk az idősek még áprilisban is azt hajtogatták, hogy a öcsike, meg a Rozika, meg a Manka milyen ügyesek voltak, és milyen hát jó volt nekik ez a történet, pedig már tényleg sok hónap eltelt, és akkora élményt adott nekik, hogy hozzájuk egy ilyen eljutott. Hát biztos, igen, hogy a gyerekkorukat idézte. Egyébként nem csak a karácsonyig terjedő időszak, hanem a karácsonytól vízkeresztig terjedő időszak is tele van hagyománnyal. Ugye nálunk az egyik legnagyobb hagyomány Kis Bodakon, Dunaremetén, bár Remetén most már elhagyták, de Bodakon még tavaly is csinálták a legényavatások, a korbácsozást. Korbácsot vonnak a legények, minden házhoz elmennek, eléneklik, hogy elérkezett apró szentek estéje, és bemennek ketten-hárman, akik arra hivatottak, azok köszöntik a háziakat, és megkorbácsolják őket, megcsapkodják a hátukat, hogy keléses ne legyen a testük. Ha lány van a családban, akkor az a lány köt szallagot. És hát nem mindegy, milyen színű szallagot köt, mert szerelmes lányok piros szallagot
kötnek az ártatlanok fehéret. Többiről most nem beszélünk. Meg vannak a jelek. Igen, igen, igen. Tehát ez is egy nagyon érdekes szokás, és a szépsége ennek a szokásnak, hogy az, hogy szájhagyomány útján úgy tudjuk, hogy 1650 óta létezik. Azt a begyár. És még van, még 2023-ban még van ez a szokás. Hála Istennek. Igen, maradjon is meg, és remélem a remeteljek is visszaveszik. Van-e még valami, ami ehhez az időszakhoz köthető? Ugye most már elmentünk egészen vízkeresztig, amit úgy gondolsz, hogy igen, fontos lenne, hát tudjuk. Hát vízkeresztkor a három királyozás. Héderváról jártak három királyok. Az egy nagyon szép szokás. Meg hát az új évköszöntő. Van egyébként, kevesen tudják, hogy van szigetközi új évköszöntő ének is. Mi Dunaremetén találtuk meg. Ugyanezzel az énekkel egyébként köszöntik a névnaposokat is. Tehát van szigetközi köszöntő, tehát itt is volt. Sőt, most bezenyei kollégákkal beszélve, Bezenyén is megvan, ugyanúgy a Aprószentek napi vesszőzés és horvát szöveggel, és természetesen az új évköszöntő horvát szöveggel, horvátul. Úgyhogy a környéken még van és létezik. Milyen jó veled beszélgetni ezekről a dolgokról, mert egészen más vetülete lesz ennek az adventnek, más vetülete lesz a karácsonynak, a karácsony utáni időszaknak. Tehát egy kicsit szerintem egyetértenek velem a nézők, hogyha azt mondom, hogy egy kicsit kibillentünk abból a karácsonyi adventi őrületből, ami hogyha kilépünk a belépünk a bevásárlóközpontokba, akkor körülövez minket, és egy egészen más világba varázsoltál most bennünket. Hát igen, mert maga az advent az a várakozásról szól, nem a vásárlásról. És mikor rendszerváltás volt nálunk, akkor egy amerikai magyart megkérdeztek, hogy miért jön mindig haza karácsonyra. És azt mondta, hogy hazajövök, mert itt még lelke van a karácsonynak, odakint csak a vásárlásról szól. Hát azóta eltelt néhány év, és már nálunk is nagyon sokan arra törekednek, most mit vegyek meg, mit vásároljak. Semmit, menj oda, köszönj meg, legyél vele, szeresd, és akkor már megérte. Hát köszönjük szépen, remélem, hogy ez a beszélgetés is másoknak is megérte, mert sok érdekes dolgot tudtunk meg tőled, meg ezekről a hagyományokról azt gondolom, hogy minden évben mindig muszáj beszélni, mert attól maradnak fönn, attól válnak érdekessé, hogyha a beszédtémát is képeznek. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer, hogy itt voltál veled, meg jövőre ugyanitt majd a lajtás történetekről újra beszámolunk, hiszen a ti házatok táján is mindig történik majd valami. Gondolom így lesz ez 2024-ben is. Köszönöm szépen. Januárban kezdünk. Januárban akkor kezdtek. Mivel kezdtek? János Vitézzel. Január 18-19-én táncjáték János Vitéz. Hát az már mindjárt itt van a nyakunkon, vagyis a ti nyakatokon. Köszönöm szépen, hogy itt voltál. Szívesen. Hírháttér című műsorunkat látták, tartsanak velünk legközelebb is. Néhány adás és vége az évnek. Önöknek jó készülődést, szép adventet, illetve áldott adventet kívánunk. Ne csak vásároljanak, hanem lélekben is hangolódjanak. Viszontlátásra!